rakom a feliratokat, az lesz. Hogy szó, miben fogadunk, hogy rossz helyen lesznek a feliratok, és majd javítani kell? No. Akkor a meccs az már megy amúgy, azt már tudjuk. És mi pedig mindjárt csatlakozunk ehhez a mérkőzéshez. És akkor a döntő, ez most már biztosan. Valaki ma a legtöbb győzelemmel fog rendelkezni, ez egészen biztos, döntetlen nem lehet. Aha. Tök jó. Tök jó, sok sikert mind a kettőhöz. És be is csatlakozunk. Elkezdődik a meccs, és persze, hogy rossz helyen vannak a felirataink, úgyhogy javítok. Javítok egy picit. Oké. Mondjuk így. Visszatértem. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Van itt mindenféle, van itt mindenféle. Mindenféle felhasználó név, igen. Szegény Grievesem. Igen, igen. Jó, itt most nem látjátok amúgy a chatbe mennek a dumák. De a Katarina bannért Ákos még mindig nagyon haragszik sajnos. Azt nem fogja tudni már így. Vagy nem akarja elfelejteni, hogy ez történt. Megint nem lesz semmi invéd, csúnya dolog. Szép, szép. Hát nem látszik a chat, de lehet nem is baj egyébként alapból. Most mondjuk tök jó. Nagyon, egyébként nagyon köszönöm, hogy ilyen fair play-en játszatok egymással, úgyhogy ez egy nagyon öröm. És nagyon jók voltak a meccsek eddig. Kíváncsi leszek, milyen lesz most. Elkezdődik. Mind a ketten szedik, egyik a kéket, másik a pirosat. Én attól a Kane-től egy kicsit tartok személyesen, de ez már csak a történelem miatt ez így van. Úgyhogy toppon egy olyat láthatunk, hogy Sebi ismét úrgót urgatozik, és az ellenfele pedig egy Fiora. És azt nézem, hogy cseréltetek lényt is, aha. Ők is cseréltetek. Történt itt mind a két csapatban lénycsere, ez már egészen biztos. És ha jól látom, akkor a Mides jött, talán Ákos jött Fiora, ez ilyen jól látom. Hát majd Ákos majd rám cáfolha, mégse így volt, de szerintem Ákos jött Fiora, ez ilyen jól látom. Most már őt akkor ismerjük legalább. Vince pedig kap egy torony damage-et, és az ellenfele, hogy Vladimir lesz. Egy picike lag is volt. Ulgort, ez rögtön rámegy, nagyon keményen. Jajjaj! Hát lehetett volna ott tovább menni egyébként. Amumu már is jelzi, hogy jön, úgyhogy Martin most az Amumu, és Martin pedig nagyon érkezik közben, a botot nézzük egyébként, mert ott is van, de megjött Martin, és az a kérdés, hogy Fiora mit fog csinálni? Menekül. Megvan Fiora, nagyon szépen levédi. A kérdés az, hogy utolérik, és nem. Fiora meglúg. Mekkora menekülés volt. Nagyon-nagyon szép play volt ismét Ákostól. Ákost muszáj megjegyezni, mert nagyon jól játszik jelenleg az a helyzet. Úgyhogy nem nagyon tudunk rá mit mondani negatívat, mert Martin! Hát... És ott van a First Blood, egy nagyon-nagyon szép play-jel Sebi elhozza az elsőt,
az a helyzet, hogy Ákos mindent megtett ennek ellenében, hogy ez ne történjen meg, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon szép is volt. Úgyhogy ez kellett egy Martin, talán Flash is, meg kellett egy Urkot Flash. Igazából kihúzott két Flash az ellenfélből, de nézem, hogy így is van, így is van. Egy Flash, mert Sebinek nem kellett Flash-elni, érte. Elfogyott a mana Vincénél ellenben, megúszta a genket. Most már jobban figyel egyébként, mert tudja, hogy Kane azért elég jól jön. Lent a boton a megszokott Erik és Gergely páros, miközben ismét megpróbál Urgot damage-et bevinni Fiórának, viszont ő visszatámad. Úgyhogy itt most probléma lesz, mert lehet nem ér haza. Lehet, hogy flash-elni kell, és flash-elni is kell. Ez így is volt. Úgyhogy vigyázni kell Ákossal nagyon, mert a low HP-n is veszélyes. Miközben meg fog halni valószínűleg, és meg is hal Jin. Jungi még valószínűleg meg fogja úszni ezt már. Ő nem fog meghalni, de sajnos nem volt... sőt, nem figyelt a piros csapat, volt vargyuk. Úgyhogy a Bicske Crew is megszerzi az első killjét. És a tornyot már is egy plétet el akar hozni a Fiórával Ákos. És el is hozta. Azért a toronytörő az itt nagyon sokat jelentett neki. Vince még nem volt, megint elfejtettem a scoreboardot. Senki nem szól. Senki nem szólt a chatről, hogy elfelejtettem. Most írjátok be, hogy elfejtettem. Nem. Eszembe jutott. Szóval a Vince még nem volt otthon, akartam mondani, és így is van. Jelenleg farmolgat, és nem nagyon van neki manája, viszont veszélybe sincs. Különösebben. Farm szempontból, ugye Eriknek, Erik megint farmolásra kényszerül, és közben Vince kapja a damage-et, és nem tudom. Nagyon érdekes volt, hogy Vladimir mindent feltett egy lapra, Amumunak nem sikerül beúszni, de Vladimir mindent feltett egy lapra. Most akartál én Balázs? De helyes. Megegyeztem. Szóval, hogy mindent egy lapra feltett Vladimir, megpróbált bemenni torony alá, de... Nem mondom, hogy nem volt jó, de nem is ért velem sokat. Hazaküldte nyilván Vincét, aki valószínűleg amúgy is gondolkozott már hazamenetelem. Megint be kéne húzkodni egyébként a léneket rendesen. Ezt meg is tesszük, ez meg is van már. Miközben folyik a csata, én beúztam egymás mellé a léneket, hogy jól lássuk a scoreboardon. És akkor így a farm különbségek is feltűhetnek, ami nem olyan nagyon sok. Itt ugye megint a boton kell figyelni, hogy ugye Tristan nem farmol túl jól, de Veigar besegít. És úgy érzem, hogy itt most egy nagy halál lesz Sebinek, megpróbálja azért még ultizni, de nem nagyon fog tudni. Megpróbálta Sebi behozni ezt, de nem sok esélye volt sajnos 2v1-be. Bicske Crew átveszi a vezetést, 2-1. Azt láthatjuk, hogy most egy kicsit nyugodtabb mederbe zajlik a mérkőzés. És Vince próbál minden előnyt szerezni. Most azért nincs olyan hátrányban, mint az előző mérkőzésem. Kevesebb genket is kap, macska lerúgja a kamerát mindjárt. Kevesebb genket is kap, a bot pedig annyira nincs hátrányban, mint a legutóbb voltak. És inkább a bot kapott most genket! Mekkora flash volt Eriktől! Erik megmenti Gergely seggét! Óriási play volt, hát mit művelt Erik? Jöhettek a... Balázs jöhet a chatbe a GG Eriknek. Igen, Vince nagyon jól tette oda... Nagyon jól tette oda Vardolt egyet. És Vince egy gyilkosságot hoz el, Amumu jött segíteni ugye Martin személyében, de nem kellett már. Most hárman vannak, négyen pontosabban.
mindenki itt van most a csapatban, és megint rámennek a sárkányra, ami egy jó döntés lehet. Urgó 1v1-ezni fog egész meccsen valószínűleg toppon, amit nem fog neki ízleni, mert most már erős a Fiora, úgyhogy menekülni kéne, de hát azért a damage-ek azok ki lettek oszva. Fiora visszatámad, és meg lehet esetleg... Behúzza a mekkora play Sebitől! Gyönyörű, elhozza a kill-t. Óriási play volt tőle. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt egyébként. Mondtam én csak a Veigar, azaz Balázs. Nem, hát ez Eriktől egy best moments volt. Ez mekkora védekezés volt. Rendben, Ákos, figyelünk rá. Igen, ezt csak én láttam, mondjuk megint megkitakarom. Ott lehet egy olyan probléma, hogy Kane rámegy Amumura. A kérdés az, hogy jön-e a segítség Vincétől. Jön a flash. Nagyon-nagyon szép volt a menekülés. Nem nagyon van mana, Vince! Az ott egy halál. Uff. Nagyon nagy mászi volt ott egyébként. Ez nem biztos, hogy megérte. Nem szabad. Nem szabadott volna. Az Martin megpróbálta, és majdnem. Az a baj, hogy életet nyert vissza. Szoros volt, egyébként szép volt. Szép volt a próbálkozás, és hát ki ne próbálta volna meg, tehát ott ez egy hülye play volt Vladimirtől, hogy bement. De hát ő igazából jól járt vele. De most az a kérdés, hogy Fiorát el lehet-e intézni, Sebinek valahogy nem fogy az élete, de elkezd hirtelen fogyni, és Fiora pedig próbál damage-elni. És elflash-el, kiszedi Sebi a Fiora flash-t. És nem volt ultia! Nem volt ultia, basszus! Egy szekem múlt az ulti. Fiora most azért elgondolkozott ezzel, hogy mi legyen. Nem lennének ott a minionok, már halott lenne. Sebi pedig vérszol miatt érez, és megpróbálja elintézni. Megpróbálja. Nem sikerült, nem sokon múlt, de nagyon szép play volt Ákostól egyébként. Vince pedig pusolja a midet, nyugodtan, el van a kis labdájával, még egy kis damage-et is kioszt egyébként, úgyhogy ő jól érzi magát, ő most nagyon... Na, Martin megpróbálja, hát ez nem jött össze eddig. Az a baj, hogy Martin rohanni kéne, mert jön a segítség. Gondok lesznek. Van-e ulti? Van ulti! Megjön közben Sebi! Jönnek a damage-ek Sebitől! Kérdés, hogy van-e ultia Sebinek? Menekül az a Kane. Sebi pedig próbál egy killt létrehozni, de nem fog működni, nincs ultia. Valószínűleg elhasználta az előző csatában. Vladimir most egészen rátámad Vincére, aki Zonyát használ, és ezzel megmenekül, ami valószínűleg egy homokóra volt inkább. Talán mint egy Zonya. Igen. Igen, csak mások most az itemek egy kicsit. Nagyon kiérezett a küzdelem, a Viske Crew vezet amúgy 6-3-ra megint, úgyhogy 6-3. Apropó 6-3, ugye most lesz a felújított 6-3 Anglia. Magyarország, ami a 6-3 majd. Nézzétek, mert nagyon szépen megcsinálták amúgy. November 25 talán, akkor lesz a premier. Most kicsit rosszul jött ki ebből a veteráns csapat. Ettől függetlenül a küzdelem amúgy kiélezett, viszont tele van vardolva a botlén, úgyhogy nem éri meg ott sétálni Abubuval. Martin azt hiszem nem teszed jól ezt annyira, hogy ott futkosol. Annyira rosszul sem tűnik. De mind az ő vartjuk, úgyhogy nincsen probléma. Itt most megpróbálnak egy kéket talán elhozni. Nem, ez marad Martiné, úgy tűnik. Egészen nagy kérdés, hogy hogyan tovább. Veigart nem éri meg megpróbálni itt elkapni valószínűleg. Nem tudom, ez miért lett benyomva ez az ult is. Jó. Azt mondja, hogy...
Boton a farm különbség az nyilván óriási, ugye Tristan miatt, de akkor a hátrányban nincsenek, mert viszont cserébe nem feed-el a srác, tehát nem játszik rosszul, viszont Sebi most nagy gondba lesz, ennek ellenére visszatámad, de a torony pont nem lövi meg, itt lesznek gondok! Elultizott és túlélte, ez egy szép volt megint Ákostól, aki 4-2-be áll, annyira nem figyelődött el, főleg az elmúlt néhány percben szerzett két killt, addig 2-2-be állt. Sajnos 1v1-ben azért nehéz, de Urgot fel tudja venni vele a harcot. És a piros csapat el is fogja hozni a sárkányt. Veigar nem tud mit tenni. A macska pedig nyávog is ki kell engedni. Miközben óriási küzdelmek vannak, és van egy kill, Erik meghal, Kane pedig jön, meghal Tristana is, és az a Kane is lehet, hogy meg fog halni, de közben meg fog halni Jin is! Nem fog meghalni Jin, mert elmenekül is, megjött közben Vince is, hatalmas killek, de Vince meg gondol van, mert ott hagyták a csapatot nem érdekli, egyszerűen ott hagyták Vince-t, nem tudni, hogy miért. Ez egy nyert teamfight volt, aztán lett belőle egy vesztett teamfight. Na kiengedem azt a... Nem engedem ki? Lehet, hogy ki lett engedve. Jó, mindegy, akkor eltűnt a macska közben. No. Hát a Bishkek Crew ismét előnyben, mint az előző meccsen. A kérdés, hogy van-e bele visszaút, mert egyelőre nem úgy tűnik. 15 percél, ez most egy sokkal másabb meccs. Egyébként 2-3 perccel ezelőtt még teljesen 100%-ig kiegyenlített volt, és csak a teamfightokon fog múlni. Meg azon, hogy mennyit tudnak szeparálni. El tudnak-e szeparálni valakit, bármelyik csapat, azzal meg lehet nyerni a meccset. Ott wardok azok nem nagyon vannak, úgyhogy Jungi megnézte, de nem talált egyet sem. Tristana és Veigar egyébként moshat meg először, de egy utólag nézve megérte nekik ez a... Ott lehet egy fight. Közben Miden is, tehát nem tudom most melyiket kell nézni. Nézzük a Mideset, ahol Vince valószínűleg meg fog halni, meg is hal. A másik fight pedig úgy tűnik, hogy meg fog halni Amumu, és nem tudni, hogy egyébként a kill meg lesz-e majd utána még Sebinek, aki nagyon próbálja, de nem biztos, hogy megvan! 2v1 kell ahhoz a Ákoshoz, úgyhogy a... Dani már szurkol. Szóval 2v1 kell Ákoshoz, mert egyszer nem lehet megölni, és most menekülni kell toppon Sebinek, miközben átkapcsoltunk botra, hiszen ott is egy nagy fight van, és meg lehet ölni azt a Tristanát, de meg is fog halni, és lehet, hogy meg fog halni ez a Veigar is, jön az ulti, nem talál, de azt talál, meghal a Veigar is. Nagyon szép volt. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt ez a fight itt most. Ez lehet a comebacknek talán a kulcsa. És jön a Vladimir, úgyhogy futni kéne. Dorina ezt érzi is, úgyhogy meghátrált. Jókor. Az igen. Nagyon szép volt. Ez a Kane nem fog meghalni, várja már! Mi történik? Ajaj! A Kane túlélte. Nem lehetett meg... Na ezért nem szeretem a Kane-t. Mondtam én. Az egy nagyon szép kill, csak nem marad ulti így most már a menekülő Kane-re, aki hát elrontotta a falon átmenetel, de így is megúszta. Szerencséje volt. Igen, így jól mondod, Andi. Össze kéne. Most egy kicsit lemaradt. De egyébként most ebből a fightból meg nem jöttek ki rosszul. Hogyha ott sikerül Amumunak Kane-t megölnie, akkor abszolút pozitívan jöttek volna ki, de hát Martinnak nem sikerült ezt most abszolválni, ott a Kane az nagyon erős, ott az nem működött. Martinnak kicsit kevés az itemje is, 1-4-be áll. A Kane pedig 7-0, hát igen.
Az a baj, hogy az, a Kane az feed, az el van feedelve és nem nagyon fogja tudni megölni. Hát most nem tudom, hogy Vince fog-e tudni segíteni. Fog tudni segíteni amúgy Vince, és megpróbálják elkapni őket. Hárman vannak ott, úgyhogy ez nagyon jó kérdés, hogy mi fog történni. Egy kill megvan. És nem sikerül eltalálni, megint menekülőre fogja Ákos. Ákos pedig még bármikor killelhet egyet, de nem fog. Nem fog Ákos most killelni. Most elkapták, nagyon túl sokan voltak, de még így is egyébként veszélyes volt. Tehát nála egyszerűen nem lehet tudni. A viskekről, ha? Az első meccset nem ők nyerték. Helyes, Andi, helyes. Figyelj, Dani, embercserék nélkül amúgy esélytelen lett volna szerintem. Azért azt te is elismered. Embercserék nélkül ez 3-0. És mekkora fight van közben, jön a Vizsge Crew. Kérdés az, hogy Martin itt közben meglóg a háttérben. Meg lehet-e ölni ezt a Vladimirt? Nem lehet! Nem lehet megölni. Itt van közben egy fight még, 1v1. Sebi meg fog halni, ez egészen biztos már. Jó van, Dani. Ja, nem biztos, hogy 100%-ban egyet fogunk érteni. Nem tudnám azt mondani, hogy valamelyik csapat 100%-ban jobb. Én értem, hogy ők kuszasak. Már ez semmit nem jelent, ottól még valaki tudhat játszani kuszas. Én is 100 pluszos vagyok, aztán mégsem biztos, hogy olyan jó lenne. Szóval nem mindegy. Hiába valaki valamilyen szintű, az nem mindig számít annyi. Egyébként abszolút kezd olyan mederbe folyni ez a csata, mint az előző. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon izgalmas küzdelem, de megint kezd úgy tűnni, hogy valahogy a teamfightokban egy picit nem jön ki jól a piros csapat, és mindig csak egy icipici kéne. Ja, te loloztál amúgy régebben? Ezt nem tudtam. Viccerek, menekülni kell! Oj, ez egy nagyon szép ulti volt Viccétől, aki lehet, hogy... valahogy védekeznie kéne. Viszont az a kérdés, hogy meg tudják ölni. Nagyon szép. Ez egy nagyon szép volt. Na, most kettőt öltek. És egyetlen egy halál sem volt cserébe. Ja, értem, Erik, jó? Te megint azért írogatsz, mert már végeztetek a meccsen amúgy? Mindig kapom valamilyen formában a spoilert. Ja, értem, aha. Na, ezt nem tudtam, Andi. Egyébként ez a legutóbbi fight a szép volt, ettől függetlenül még mindig nagy hátrányban vannak. De abszolút nagyon szép volt az. Úgyhogy a kérdés, hogy mi a következő lépés. Egyértelműen egyébként a... tele. Abszolút tele vagy, látod? Szóval, hogy az a kérdés abszolút egyébként, hogy most sikerül-e a piros csapatnak, a veteránoknak valakit kiszedni külön, legalább egy embert. Ha ez nem sikerül, akkor valószínűleg nincs esélyük, mert teamfightban egyszerűen a másik csapat sokkal erősebb. Az okát azt nehéz megmondani, de egyértelműen erősebbek. Mondjuk a 10-1-es Kane az egyik oka ennek. A másik oka pedig Ákos ott fenn a Fiorával, úgyhogy meglátjuk majd. Na most csak védekezés. Csak a védekezés marad. Nem tudom, innen van-e visszaút egyébként. Nehéz megmondani. Semmiképp nem mondanám azt, hogy nincs. És Fiora elkezdi a baront. Ez egy nagyon érdekes, csak miért kezdte el?
Azt gondolta, hogy meg tudja egyedül csinálni. Közben ez egy nagyon hülye döntés volt, úgyhogy Fiora meg fog lehet halni a barontól. Csinálják a baront hárman, de rájöttek egyébként, hogy ez történik, nem fogják tudni. Nem fogja tudni megölni, Amumu pedig már jön, és kérdés, hogy Martin eleget vár-e. Ha eleget vár, és megnézi, ott vannak nagyon-nagyon jó, akkor ez egy comeback lehet, de Martin egyedül megy sajnos. Viszont, attól, hogy egyedül ment, az nem azt jelenti, hogy nem is, és elvihetik a baront. Ez egy óriási hiba volt a Bishkek rútól. Jézus, mekkora hiba volt. Gyakorlatilag megadták a lehetőségét a visszazárkózásnak. Ez egyértelműen Ákosnak egy rossz döntése volt. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz döntés volt. Hát, egyedül elkezdeni 25. percben a baront, ráadásul nem is a Kane kezdte el. A Kane azt még meg is tudta volna csinálni lehet. És jön a sárkány. Hát Erik meg tudja, hogy ott van valami, úgyhogy Erik megpróbál egy kill-t elhozni. Kérdés, hogy sikerül-e, jönnek a többiek is. Viszont Sebi pedig bekerül és sebeznek is. Ott lehet a következő kill. És megvan a kill, megvan a sárkány. Absolute comeback is real. Ez egyértelmű. Na most az a kérdés, hogy ezt jól ki tudja használni a piros csapat, mert a Bishkek rú valamilyen szinten összeesett. Vagy a kommunikációval van baj, vagy egyszerűen csak elkalkulálták magukat, de baronnal és sárkánnyal felvértezve itt van a veteránoknak az egyetlen és legutolsó esélye. Egyértelműen sikerült most visszajönni a meccsbe. És innen már kikített, gyakorlatilag egál, 3-1 a sárkány. A sárkányra mindig összes meccsen figyelt a veteránok csapata. Azt tudják, hogy fontos, azt tudják, hogy el kell hozni, úgyhogy arra nagyon figyeltek mindig is. A kérdés az, hogy például az a Vladimir most jön-e? Jön a Vladimir. Hát csak az a kérdés, hogy itt mi fog történni. Megjött Vladimir. Hát Vince pedig fogadta Vladimirt. Jézus, mekkora play volt. Az egy nagyon nagy hiba most. Az, ha jól emlékszem, Boti, ugye? Boti. Na, Botitól egy nagyon nagy hiba volt. Ez egy hiba volt Botitól. És már is ott az Urgot. Megindul Urgot, és azt gondolja, hogy ő most 1v1-ezni fog Fiorával. Kérdés, hogy sikerül-e? Sikerül-e leegyvédjeszni? Sikerül! Itt a nagy esély a comebackre, itt az óriási esély, el lehet hozni Gergőt még, mert neveket sem tudom kimondani, ott jön a push, Kane be fogja kerülni Sebit, ez egészen biztos, és meg fog halni. Ez egy járulékos veszteség, most Sebinak a halála bele is fér, húzza az időt amennyire csak tudja, Kane biztos, hogy ott meg fogja őt ölni, de egyébként nem is sokon múlt, viszont a push boton és miden is megy. Na most az a helyzet, hogy ketten még halottak, viszont nem fogják tudni már elhozni valószínűleg ezt a tornyot. Illetve nem tudjuk, mert még a baron él. Ott van, lehet egy 1v1, Vladimir megjött, és azt gondolja, hogy ő majd Vincét megöli. A kérdés, hogy sikerül-e, Vladimir kapja a damage-et, eközben a botos torony lehet, hogy esni fog, Vince pedig nem tudja elhozni Vladimirt. Vladimir menekül. A botos torony áll, Vladimir low HP-n, és mekkora play lehetett volna. Elhozzák így is. Igazából Martin megoldotta a végeredményben, meg egy kis segítség Dorinától azért kellett, de... Ezt a baront, ezt maximálisan... Mármint a szaggatást... Jaj, Martin! Vége lett a meccsnek? De jó. Nem tudom, ki nyert nyilván. De ne is mondjátok el. Mit értesz a nagy szaggatáson? Már mint a streamben volt szaggatás, vagy a playre gondoltad? Na most beraktál egy szomorú fejet, hogy azt gondoljam, hogy ti vesztettetek. Kösz. Köztes. Ez így nem jó, ne adjatok tippeket, hogy mi történt. Meg vicce is beraktál egy szomorú fejet. Sad story, azt mondja. Jó van akkor. Spoilerezett, hogy vesztettetek. Én meg itt drukkolok nektek, na? Nem, pártatlan vagyok, amit próbálok. Igen. Jó, oké, csak megijedtem, hogy másra jött a szaggatást. Na mindegy, én nem érdek. Itt van Andi, így van Vince, végignézi a meccset. Viszont én meg folytatom attól még ezt, mert hogy... Spoilereztek össze-vissza.
nem tetszik ez nekem. Na viszont négyen vannak most a veterán csapatból, és az a kérdés, hogy az utolsó fightot kinyeri. A legutolsó fightot ki fogja nyerni, ez itt a nagy kérdés. 5v5 lehet. Ugye az, most az elmúlt playekben azért nyert a veteránok csapata. Andi miatt vesztettünk. Nem drukkolok senkinek, Dani. Csak az van, hogy az összes ismerősöm a veterán csapatban játszik, csak ennyi. Emiatt mondtam. Itt az utolsó play, és akkor ezek szerint a piros csapatnak ez nagyon nem lesz jó. Ennek ellenére ez egy nagyon nagy play megint, és ott lehet az utolsó kill. Meg lehet-e? Ott lő közben Tristan a pokorba elbújt, úristen! Gergely az egy... és hazudtak nekem, nézd meg, hazudtak nekem. Azt mondták, vesztettek. Na, na, jól van srácok, szép volt. Amúgy sejtettem, hogy ez lesz. Tudtam, hogy ezt csináljátok. Na, szóval egy óriási comeback volt, egy hatalmas comeback volt a veteránok csapatától, és gyakorlatilag innen már megnyerték a mérkőzést, 6 szek van az első éledésig, ez már senkit nem érdekel. Igen, Fióra urgott egy balansz sem, de te nekik nagyon jól játszottál Fiórával amúgy, Ákos. És ott lehet a győzelem, és egyben ezzel a BO3-at 2-1-re megnyerheti a veteránok csapata. Nézzük, hogy meg lesz-e! És igen, ott a vége. Igen, amúgy a bokorban nagyon jól súgyultál, Gergő. Vagy Gergely, nem tudom, melyiket szereted. Nagyon-nagyon szép volt, és gratulálok nektek. Ez egy nagyon szép fordítás volt. De én kérdezem a kék oldalt, hogy mi történt. Mármint, hogy ott volt két misplayetek, amiben visszahoztátok a meccsbe. Őket. Mert amúgy ez egy megnyert meccs volt. Ez abszolút egy megnyert meccs volt a kék csapatnak. A Bicske Crew-nak. Addig egészen jobbak is voltatok egyébként. Úgyhogy... ott volt két play, ezt mondtam is meccs közben. Ott volt két play, amin múlott az egész. Ha ott nincs az a baron, és nincs előtte a topba a halál. Igen, benne van. Benne van. Egyébként jól toltad a Fiórát. Majdnem, igen. Nem volt useless champ az a Vladimir szerintem amúgy. Nem éreztem annyira useless-nek. Na de, Erik, ha itt vagy, az mi volt az a play, amivel megmentetted Gergőt? Az nagyon-nagyon szép volt. Vince! Vince már, itt flexel.